Kedves testvérek, folytassuk az elmélkedést a rózsafűzérről. Péntek este egy nagyon szép tapasztalatban volt részünk. 15-20-an voltunk itt a rózsafűzéres fáklyás körmeneten a falu körül. Nagyon hálás vagyok azért, hogy az Úr erre indított, még Segesden a fájdalmas szűzanyag egyhelyén a Máriás papi találkozón. Számomra ez volt a legnagyobb gyümölcse eddig, amit gondolok, tanulsága, hogy ha az Úr mond valamit, az megvalósul. És az én dolgom csak annyi tényleg, hogy figyeljek rá, és megtudjam ezt. Nagyon sok mondani valóm van a rózsafűzér imádságról, meg úgy általában az imáról is. De mielőtt ebbe belekezdek, egy kis személyes tanúságtétel hangozzék el ebből a könyvből, Josip Loncsártól, ahogy haladunk hétről hétre, és utána majd az én gondolataimat is elmondom. 16 éves vagyok, és tanúságot szeretnék tenni arról, hogyan tapasztaltam meg az élő Istent. Katolikus családban nőttem fel, habár nekem úgy tűnik, hogy inkább csak papíron voltunk katolikus család. A gyakorlatban kevésbé. A nagymamám tanított imádkozni, de nem emlékszem egyetlen esetre sem, amikor a szüleim a templomba vezettek volna misére. Az általános iskola első osztályában alig tudtam rábeszélni a szüleimet, hogy engedjenek az iskolában hittanra járni. Ekkor kezdtem misére is járni. Sajnos, amíg a többi gyerek a családjával járt a templomba, én egyedül jártam. Ennek ellenére soha nem éreztem magam egyedül. A templomban mindig biztonságban és szeretve éreztem magam. Az első áldozásomat követően történt, hogy édesanyám is elkezdett velem templomba járni, én pedig elkezdtem minisztrálni. Még ma is minisztrálok, már majdnem 10 éve. Mostanában, amikor édesanyámnak nehéz, mert egyedül maradtunk, sokszor megköszöni, hogy elvezettem őt a templomba, és miattam kezdett hinni. Nehéz gyerekkorom volt, mert a szüleim 5 évvel ezelőtt elváltak. Egész idő alatt egyetlen reményem és vigaszom az Úr volt. Habár csak 11 éves voltam, és sok mindent nem értettem, egyet biztosan tudtam, Isten szeret engem. Az ő szeretete bátorított, hogy segítsek édesanyámnak talpra állni és kitartani annak ellenére, hogy azt hitte, az ő elesése végérvényes. Be kell azonban vallanom, hogy miután a dolgok rendes kerékvágásba kerültek, az én hitem is mindennapossá kezdett válni. Még mindig emlékszem a szünidőre a 7. és 8. osztály között, amikor majdnem 2 hónapig nem mentem misére. A hit egyszerű szokássá vált számomra, és szívesebben töltöttem az időmet a barátaimmal, mint Istennel. Továbbra is jártam misére, de ez nem az Isten utáni vágyamból fakadt, hanem szokásból és az egyház parancsainak teljesítéséből. Így ment ez egészen a bérmálkozásomig 2003. május 4-éig. Ekkor teljes szívből visszatértem Istenhez, és erősen elhatároztam, hogy követem őt. Nehéz volt, mert a barátaim kinevettek. Számukra a hit és az egyház a legutolsó dolgok voltak, amelyekkel foglalkoztak. Fontosabbak voltak számukra a bulik, a részegeskedés, a szórakozás. Az ő világukban én nem számítottam normálisnak. Mégis kitartottam. Nem sokkal ezután elkezdtem középiskolába járni. Új barátokra leltem, akik nem nevettek ki a hitem miatt. Már nem voltam egyedül, mert az osztálytársaim között voltak olyan lányok, akiket a szerzetes nővérek rendházában tartott lelki gyakorlaton ismertem meg. 2003 karácsonya körül
egy hihetetlen tapasztalatot éltem át az élő, Eukarisztiában jelenlévő Jézussal. Miután megáldoztam, olyan forróságot és szeretetet tapasztaltam, mintha tűzben álltam volna. Ekkor határoztam el, hogy még jobb akarok lenni, és teljesen Istennek akarom szentelni az életemet. Két hónappal később, 2004. februárjában egy barátom hívott, hogy menjek el vele egy karizmatikus találkozóra. Nem tudtam, mi az, de amikor megmagyarázta, hogy ott azért jönnek össze az emberek, hogy dicsőítsék az Urat, azonnal azt válaszoltam, hogy megyek. Elmentünk, és nagyszerűen éreztem ott magam. Szent mise, dicsőítés, közösség. Egészen különleges nap volt. A találkozón a tanítás témája a fájdalmas rózsafűzér volt. Az előadás után Josip Loncsár imádkozni kezdte a fájdalmas rózsafűzért. Azt mondta, csukjuk be a szemünket, lépjünk be a szívünkbe. Találkozzunk Istennel a szívünkben, és maradjunk ebben a békében, a rózsafűzér imát hallgatva, és engedjük meg, hogy minden egyes szó behatoljon a szívünkbe. Egyszer csak újra érezni kezdtem azt a tüzet, amit két hónappal korábban a szentáldozás alkalmával éreztem, ezúttal még erősebben. Az imaidő alatt Josip imádkozott és beszélt az egyes titkokról, én pedig élő képeket kezdtem látni Jézus értünk vállalt szenvedéséről. Éreztem az ő élő jelenlétét mellettem. Éreztem, hogy a fejemre teszi a kezét. Egész idő alatt folytak a könnyeim, de ezt nem is vettem észre. Amikor az ima befejeződött, kinyitottam a szemem, és láttam, hogy az arcom és a hajam is csurom víz. Nagy megdöbbenésemre rövid idő alatt teljesen megszáradtam. Nem értettem, mi történik, de boldog voltam. A rózsafűzér imádkozása közben ezen a találkozón az életem gyökeresen megváltozott. Mintha Isten válaszolt volna a teljes önátadásért mondott imáimra. Amikor másnap elmentem a misére, megértettem, valahányszor ránézek a feszületre, vagy elkezdem imádkozni a rózsafűzért, a szemem előtt megjelennek Jézus szenvedésének képei, akár akarom, akár nem. Két héttel a karizmatikus találkozó után otthon a barátaim társaságában néztem a Passió című filmet. Amikor elkezdődött a korbácsolásos jelenet, már az első ütést követően olyan fájdalmat éreztem, amilyent soha nem éreztem addig az életemben. Reszketni kezdtem és sírva fakadtam. A barátnőm, aki mellettem ült, az ölébe tette a fejem, hogy ne nézzem, és befogta a fülem, hogy ne halljam, mi történik a filmben. Habár már nem néztem a film jeleneteit, minden ott volt a fejemben. Mindent láttam a bensőmben. Megszakítottuk a filmnézést, és hosszú időre volt szükségem, hogy megnyugodjak és magamhoz térjek. A könnyeim csak folytak, és nem tudtam visszatartani őket. Mégis végig akartam nézni a filmet. Minden ütésre, amit Jézusra mértek, minden gorombaságra összerezzentem. Ugyanígy volt, amikor a keresztre szegezték. Abban a pillanatban, amikor meghalt a kereszten, meggyötörtnek és fáradtnak éreztem magam, abba hagytam a sírást, megkönnyebbültem és elaludtam. Pont abban a pillanatban nyitottam ki a szemem, amikor Jézus feltámadt. Mindezt a barátaim mesélték el, mert én ezekkel nem voltam tisztában. Én ott voltam a Golgotán. Láttam, hogyan veszik le a keresztről és helyezik a sírba. Ott voltam. Meghaltam és vele együtt feltámadtam. Attól a naptól fogva minden nap, pontosan délután 3 órakor elkezdek remegni és sírni, az Úr szenvedésének képei pedig maguktól jönnek elém. Ez mintegy 5 percig tart,
ezután elalszom, ebben az állapotban még senki nem tudott felébreszteni. Majd felébredek, és minden újra normálissá válik. Egy dolgot kivéve, az Úr iránti szeretetem egyre nagyobb. Mivel mindez az iskolában is megtörtént, több tanú jelenlétében pszichiátriai vizsgálatokra küldtek, az agyamat is lefilmezték. A leletek rendben voltak, és az orvosok megállapították, hogy fizikailag és pszichikailag teljesen normális vagyok. A szenvedés lelki megtapasztalását még mindig átélem, ha nem is minden nap, általában minden hónap első péntekén, Nagybőjben gyakrabban is. Nagy csütörtök éjszakája volt a legnehezebb. Ezen az éjszakán súlyos kísértéseken kellett átesnem, nem tudtam aludni egész éjjel. Mintha valaki súlyos követ helyezett volna a szívemre, ami lefelé húzott. Szorongást éreztem, ami nem hagyott aludni, sírtam. Még nem fedeztem fel az értelmét annak, ami történik velem, de egyet tudok. Mindaz, amin eddig keresztül mentem, amin ezután fogok keresztül menni, amit el kell szenvednem, az Úr dicsőségére van. Nekem pedig hihetetlen örömet ad. Amit el kell viselnem, az apróság ahhoz képest, amit neki kell elviselnie a bűneink miatt. Ő pedig állandóan mellettem van. Azt mondja, ne félj, mert veled vagyok. Nem vagy egyedül a világban. Higgy nekem. Az életemet az ő kezébe helyeztem, és ő gondoskodik rólam. Érzem, mennyire szeret. Az Úr mindig mellettem van, és semmiben nincs hiányom. És én csak eszköz vagyok az ő kezében. Csak kérhetem, hogy adjon erőt. Hadd mehessek tovább az akadályok ellenére, adjon alázatot és türelmet, engedje meg, hogy a tapasztalatomat másokkal is megoszthassam, hogy elfogadják őt személyes megváltójuknak és üdvözítőjüknek, hogy ez a szeretet, amely bennem ég, megérinthessen más embereket is, akiknek szükségük van Isten szeretetére és vigasztalására. Ez minden, amit adni tudok. Ezt és saját magamat. Hát eddig ez a könyv, amit Josip Lončár írt a rózsafűzér imádkozásának a gyümölcseiről, eredményéről, a hogyanjáról, majd folytatjuk a könyvet legközelebb. Számomra a rózsafűzér egy olyan ima, amit minden nap előveszek, és tudatosan akkor veszem elő, abban a pillanatban, amikor valahogy úgy a nap során, vagy az ima közben olyan nehéz imádkozni, vagy úgy olyan rossz gondolatok vannak a fejemben. És tudatosan ezen a ponton veszem elő, és ez egy segítség a számomra, az az 5-10 perc, amíg befejezem, mire a végére érek, már megszűnnek a rossz gondolatok, eltávozik a kísértő. Ebből a történetből pedig azt akarom kiemelni, hogy ez egy 16 éves fiatal mondja el, aki már ekkor nagyon mély, misztikus tapasztalatokat élt át. Számomra nem is maga ez az érzés, maga ezek a belső képek az érdekesek igazán, mert az nagyon egyedi és rendkívüli, és nem biztos, hogy mindenkinek magadatik ebben a formában. De ami viszont biztos, hogy mindenkinek magadaték, amit Isten mindenkinek meg akar adni, az az, hogy növekedjön bennünk a szeretet az Úr iránt, ez az egyik. A másik pedig, amit a történet végén mond, hogy arra vágyakozik, hogy minél többen magismerjék
Jézust személyes magváltójuknak. És ehhez szeretnék egy újabb kis történetet fűzni, ehhez a, hogy mit jelent az, hogy személyes magváltónak ismerjük meg Jézust. Egy példán szeretném ezt érzékeltetni, még amikor Bikalom voltam évekkel ezelőtt, egyszer jöttem át kocsival Bikalról Mágocsra. Biztos tudjátok, van ott az a Bikal felől jövet egy nagy kanyar lefelé, jobbra, és utána pedig nagy dombok fölfelé. És ahogy ott elindultam a kocsival fölfelé a dombon, két ember erőlködött ott mellettem az úton, valamit cipeltek, és hát valahogy jött egy gondolat, hogy álljak maga, aztán ajánljam fel nekik, hogy elviszem őket, szálljanak be. És így is történt, beszálltak, egyébként nagyon meleg volt, meg látszott rajtuk, hogy nagyon fáradtak, és ahogy beszálltak, az egyikőjük a következőt mondta nekem: maga megváltott minket. És ezt nem is tudom, miért ezeket a szavakat használta, de annyira megdöbbentett az, amit mondott abban a pillanatban, így teljesen így mellbe vágott, hogy miért pont ezt a szót használja, és amilyen nagy köszönettel mondta ezt, amilyen nagy örömmel, meg nagy hálával, meg hát ilyen nagy magnyugvással, hogy nem kell még egy óra hosszán keresztül a hőségben cipelniük az utcaikat a következő faluba. És utána, még évekkel később is, még most is úgy bennem van ez az élmény, hogy mit is jelent ez, hogy nekem azt mondta, hogy maga megváltott minket. Tehát nyilván én nem váltottam meg őket, hát Jézus a magváltó, Jézus az, aki maghalt értünk a kereszten. Igaz? Őt ostorozták meg. Egyikönket se ostorozták meg, csak Jézust. Egyikönket se feszítették keresztre, csak Jézust. És egyikünk se támadt még fel a halálból, csak Jézus. Jézus az egyetlen személyes magváltónk. De hogy mit jelent ez a szó, hogy magváltott minket? Amikor még a püspökségen laktam fél évig, és már lassan 10 évvel ezelőtt, egyszer néztem ott egy filmet, egy elég kemény film, de hát egy nagyon komoly művészi alkotás, aki látta, az tudja, aki nem, annak ajánlom. Az a címe, hogy Las Vegas végállomás. És azért mondom most ezt el, mert ez a film segített nekem abban, hogy mit is jelent az, hogy Jézus meghalt értem. Mert ugye ezt, hát megnézzük a Passió című filmet, van, aki nem nézi meg, mert túl durva, vagy valami ellenérzése van, vagy ha megnézi, akkor elfelejti. De számomra az a Las Vegas végállomás című film volt az, ami az Isten szeretetét nagyon közel hozta hozzám. Annyira közel, hogy amikor befejeződött a film, akkor én már nem a filmre gondoltam, hanem arra, hogy itt valójában Isten szeretete mutatkozott meg most nekem. Maga a történet elég brutális, meg különleges. Tehát arról szól, hogy egy ember egy válláson megy keresztül, és hát teljesen összetörik, próbál a feleségével kibékülni, de nem sikerül, és végül is eldönti, hogy halálra issza magát. Hát szerintem ilyen esetek ebben a faluban is történtek, vagy történnek, úgyhogy nem annyira rendkívüli. De úgy történik a dolog, hogy azt mondja, hogy elmegy Las Vegasba, és ott fog bulizni, és gyakorlatilag halálra issza magát. Na de, itt találkozik egy prostituáltal, akivel hát egymásba szeretnek, és ez a prostituált próbálja megmenteni, hatalmas szeretettel próbálja megmenteni ezt az embert, hogy ne legyen öngyilkos, ne így a halálba magát.
És ahogyan ez a prostituált tulajdonképpen szinte így föláldozza magát a szerelemért, arról értettem maga azt, hogy valami ilyesmi történt Jézussal. Tehát, hogy Jézus föláldozta magát értünk. Tehát, hogy maghalt helyöttünk. Amikor Jézus ott függött a köröszön és szenvedett, akkor nem tudom, mire gondolt, de úgy próbálom elképzelni, hogy értitek, nincsen semmi bűne. Tényleg ártatlan. És szörnyű szenvedések és kínok között ott van, ráadásul Péter háromszor megtagadta, Júdás eladta, és közben ő arra gondol, hogy hát ennek az egésznek semmi értelme nem volt. Az ördög ezzel kísérti, hogy csüggedjön el, legyen keserű, és még az Istent is tagadja meg, hogy semmi értelme. Itt fogok meghalni, mindenki elhagyott, és kísérti őt az ördög. És mit mond Jézus? Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És ekkor, ugye ott áll Mária a köröszt alatt. És Mária nem szól semmit, de a tekintetével vigasztalja Jézust. És azt hiszem, hogy ez nagyon nagy erőt adott Jézusnak. Hogy ott állt az édesanyja, Mária, és a tekintetével vigasztalta. Tarts ki! Itt vagyok, veled vagyok, nem hagylak el. Hát azt gondolom, hogy minden ezen múlik, hogy ezt megértjük és átéljük. De hogyha ezt nem értjük meg ezt nem éljük át, meg nem hisszük el, meg nem alakítjuk e szerint az életünket, akkor nagyon nagy baj van. Akkor ugye az van, mint ennél a fiatalnál a történetben, hogy végül is az ő személyes megtérése előtt volt olyan, hogy 2 hónapig nem van nyáron templomba. És úgy mindennapossá, rutinná válik. Most, amikor ezen a fájdalmas szűzany emléknapján körbe mentünk a falu körül, arra gondoltam, hogy ezt az öntött vas Krisztus köröszre feszített testet, ezt ugye corpus, így mondják latinul, ami föl lett újítva, és ami itt volt az oltár előtt, megnézhettétek, nagyon szép, hogy ezt vigyük körbe a falu körül. Én nem mértem meg, hogy milyen nehéz, de lehet, hogy van vagy 20 kiló. És egymásnak adtuk, és így vittük körbe a falu körül, és közben rózsafűzéreztünk. És mikor én is olyan cipeltem, hogy 1/10 rózsafűzér erejéig, hát nagyon hamar arra gondoltam, hogy mikor veszi át ezt valaki tőlem. Aztán vittem tovább, és olyan gyönyörű volt az, amikor két kismama, ugye Szinti és Eszter, akik gyermeket várnak, már jól látszik is a pocakjukon, ismeritek őket biztos itt a faluba, És együtt vitték Jézusnak a keresztjét, az egyik kezét, az egyik fogta a másik kezét, a másik. Szóval, hogy Jézus itt van köztünk, itt járkál köztünk, és valamit akar velünk. Jézus akar valamit a ti életeddel. Valami különlegeset. Valami rendkívülit. Ami lehet, hogy olyasmi, mint ennek a fiatalnak, hogy egy szentáldozáskor érzi azt a forróságot, szeretetet, és utána megváltozik az élete, lehet, hogy valami más. De az biztos, hogy Jézus nem akar minket hidegen hagyni. Az is lehet egyébként, hogy amikor a 2 hónapig ez a fiatal nem ment misére, lehet, hogy szüksége volt arra. Szóval úgy gondolom, hogy lehet, hogy néha szükségünk van ilyen eltávolodásokra. És hát nem biztos, hogy most teljesen 100%-ig helyes, amit mondok, de hogyha úgy érzed, akkor inkább ne gyere templomba.
Inkább ne gyere egy két hónapig. De mondjuk akkor arra a két hónapra azért adok neked ajándékba egy könyvet, hogy azért azt olvasd el addig. Tehát, hogy ha hideg a szíved, akkor ne gyere ide. Hanem inkább akkor lehet, hogy úgy kell járnod, mint a tékozló fiúnak. Mert ugye a tékozló fiú az mit csinált? Elmond, és elmond a legvégéig, amikor már minden pénzét elköltötte, és a disznók vájójánál volt. Beszélgettem egyszer egy alkoholista barátommal, és kérdeztem tőle, hogy végül is hogy tudtál onnan fölállni, hogy tudtad ezt abba hagyni. És azt mondta, hogy amikor már a legmélyebb ponton voltam, akkor azt mondtam, hogy ezt most már nem bírom tovább. Vagy meghalok, vagy megváltozok. És egyébként ő egy nagyon komoly üzletember is. Tehát, hogy és mondta nekem, hogy az ilyen üzleti előadásokon is ezt így tanítják, hogy tulajdonképpen, ha valakit így motiválnak arra, hogy na csinálj már valamit az életeddel, és csinálj nagy gazdagságot, hogy csak azokat lehet igazából komolyan motiválni, akik úgy elhatározzák úgy egy ilyen belső dühből, hogy most már így nem élhetek tovább. És így ezen gondolkodok, hogy azt hiszem, hogy most így a mi közösségeinknek, maga mi egyházi csoportjainknak így, valami ilyesmire van szükségük, hogy ez most már így nem mehet tovább. Most már tényleg oda kell borulnunk, és tényleg imádkoznunk kell, mert ennyire futotta. Tehát ennyire futotta a nagy programok, pályázatok, templomfelújítások, milliárdok, annyira futották, hogy nincsenek is papi hivatások. Az elmúlt 27 évben, mióta rendszerváltás van, szerintem már vagy 2000 milliárd forintot beleölt az állam az egyházba, de mégis kiürülnek a templomok, nincsenek papi hivatások. És most ugye már a püspökök is kezdik ezt érezni, hogy nincsenek papjaik, és egymás után zárják be a plébániákat, és a püspökök egymás után kezdik mondani, hogy ima, ima, ima. A mi püspökünk is az Udvardi György. Mert hogy kezdünk rájönni arra, hogy az élő Isten nélkül nem működik az egyház. Az élő Isten szeretete nélkül nem fog működni az életünk. Az élő Isten szeretetével viszont tényleg csodák lesznek. Szerintem ez egy csoda volt, ez a péntek esti körmenet itt a falu körül. És hívlak benneteket, hogy vegyetek részt abban a 123 ezer programban, amit itt ma kérdetek. Vagy találjatok ki újat, vagy nem muszáj azokra jönni, amiket én kitalálok. De imádkozzatok! Imádkozzatok otthon a családjaitokban. És mag lesz az eredménye. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek az egy Istenben.